hogy megaláztatásunk sztálini szeszéllyel tökéletessé váljék. Mit tett az automata? Rápöttyentettek pahar. Na már most azt mondták, hogy kollektív társadalom vagyunk, de addig az önszerveződési minimumig sem voltunk képesek eljutni, hogy egy valaki otthagyta volna a pohár. Az összes többi a sorban már nyugodtan pohárból itta volna a kávét. Ne! Volt, akik lenne fisse, gute fisse alapon elvitte palántálni, mások pedig szilajkanásztáncot lejtettek rajta, és megpróbálták dühüket valamilyen módon kitombolni a moszkvatéri flaszteren. Szép ünnep a karácsony, különösen az előkészületek, mondotta volt Lojzi nagyapám. Advent első vasárnapját követőleg édesanyámonak nyilvánvaló elmebaj jelei kezdtek mutatkozni. Szemében Martinovics Ignácos fény gyúlt, és estelente különböző cekkerekkel, akkor még ilyen csomagoló papírt se igen lehetett kapni, gyűjtöttük a külföldi csomagokról a szalagokat, meg a különböző zsinórzatokat. Összeállította ezeket a szeretett csomagokat. Tehát mi volt ilyen kis sejem papírba, becsomagolt egy kis diót, akkor Röltex rózsirán lehetett ilyen kis aranyszálat, valamit kapni. Kérem, nálunk a birsalma sajt az úgy csurgott le a szekrényen, mint Salvador Dali Elfolyt idő című képén az óra számlap. És én olyan 6-7 éves gyerekként így húzott anyám maga után, mint a lóbőrt, ronda, düszter időbe, világítatlan mellékutcákon kerestünk fel különböző nagynéniket és nagybácsikat, akik kitelepítésből jöttek, és 3-4 szoba bútorral laktak viceházmesteri lakásokban, garázsokban, lépcsőfordulókban, lichthofokban, mizerábilis körülmények között, kicsi büdösség, mindenki kicsit büdös volt, ilyen 80 év körüli hölgyeket és urakat tessenek elképzelni. Na most az érdekessége az volt, hogy ők a mizerábilis körülmények közepette is tartották magukat. Egy úriasszony, Évikém, smink nélkül még a szemetet sem. Tartották a formát, olyan szegények voltak, hogy szemetük sem volt. De akkora nyomorba nem tudtak jutni, hogy 6 forintos lengyel rúzsal egy picikét ők nem aszatolták volna magukat. Édeseim mindig egy kicsit úgy elrajzolták, meg egy kis rúzsi jutott a protkóra, de divatoztak erősen. Na most ezeknek a drága tantiknak áldott legyen az emlékük, felső ajka fölött bizony-bizony kis bajusz serkedett már az idő előre haladtával, illetve az arcokon lévő bibircsókokból szőrvirágok bontották szirmaikat. Hogy ők ezt valamiképpen eliminálják, 1 forint 60 fillér per zacskó áron kiszerelt Opera luxus kőpúderrel próbálták ezt a dolgot elpacsmagolni. Na már most nekem ezt az összes nagynénit meg kellett puszilni. Hát kérem, ez egy 6 éves gyerek perspektívájából ez szörnyű. És akkor nem puszilom, de nem puszilom, de nem puszilom, nem a faszom puszilja a Minci néni. Borzasztó, borzasztó volt, akkor nem kap sütemény, nem baj. Én már tudtam ugyanis, hogy milyen süteményekre számíthatok. Vették a vitrénből a cellofánnal letakart terefere linzert, amely már az előző évben is 6 éves volt. Úgyhogy minket apámmal nem lehetett megtéveszteni. Mi már reggeliztünk, ebédeltünk, vacsoráztunk, kusonáztunk, 10 óra isztunk, Atomkraft nein, danke, köszönjük szépen. Ha abból a kicsi diópálinkából még lenne a háznál, mondta apám rezignáltan, arra rámennénk, mire Minci, aki anyám szerint hazudott egész életében, széttárta a kezét, és azt mondta, gyerekek, az idén nem is volt dió. Hát láttam, hogy ilyen villámok cikáznak atyám arcán, hogy rád nem szakad a rabic. Hát mi vittünk nyár derekán, herrefonnyasztó júliusban 2 cekker zöld diót, ugye, ami ehhez kell. No, hát ezt nem kaptunk. Mindezek után a cúgos lépcsőházban, ugye mert én is kaptam puszikat, tehát a lengyel rúzs rajtam is így lerakódott. Anyám a cúgos lépcsőházban elővette a zsebkendőjét. Nyálazd meg! És így leradírozta a pofámat, amit utána kifújt a cúg, belöktek egy hideg villamosba nedves kabátok közé. Rettenetes. Én kérem szépen egy ilyen adventi ünnepkörben egy uszkve másfél kiló Opera luxus kőpúdert nyaltam be. Ehhez járult még egy kedves barátomnál a kötelező bodzaszörp.
Úgyhogy én azt gondolom, hogy agybéli elfajzásomnak két nagyon komoly gyökere van. Az egyik a benyalt Opera Luxus kőpúder, a másik a mérhetetlen mennyiségű egészségesnek gondolt bodzaszörp belénk diktálása. Közeledett 23-a a beigli készre rántásának napja. A hamleti kérdés úgy hangzott ez ügyben. Reped vagy nem reped? A Tarkovszki Andrej Rubljov című filmjében látható harangöntés az kutyagumi ahhoz képest, ami nálunk itt izgalomban elő volt adva. A beigli nálunk nagyanyám receptje szerint készült. Ő híres sütő és főzőasszony volt. Sokan és gyakran kérték receptjeit. Egy ilyen beigli recept átadásnak én is tanúja voltam. Nagymamám, ó, persze, anyikám, parancsolt is lisztjük. Kis el, zöldalékát, kicsit megpiadatok. Mincik el. Mondom, nagymama, és mit szorongatsz te itt a kis párnás kezecskédben? Jaj, hát ez egy kis szárított narancshéj, azt nem kell tudni a mincinek. Ezt még Erdélyből hoztam, 1916 óta cukorban áll, és ez nagyon jót tesz a mákos töltelékre. Mondom, és ez egy kis mazsola? Hát azt se kell a mincinek tudni, ez a dióba kerül bele, mert nagyon jól árnyalja az ízét. Magyarán szólva, nagyanyám őrizte a know-how-t, mint Arthur király lovagjai a Szent Grál titkát. Szerintem anyámnak se árult el minden. Anyámé is egy picit mindig megrepett. Nagyon tartalmilag, nagyon finom beiglit csinált, de kicsikét megrepett. A csattanó ünnep után következett, amikor meglátogattuk beigli show céljából azokat a rokonokat, akik nagymama receptje alapján feltállalták a beiglinek alig nevezhető jellemtelenné parlott tünemény tömeget. Nagymama még nyújtotta a percet, mint udvaros Dorottya. Föltette a szemüvegét, és egy picit bejelentkezett Degecre. Manyikám, megrepett? Mondtam, hogy a beigli lelke a pihentetés. Ej, na jó, adta meg aztán a feloldozást. Ezek a mai lisztek már nem olyanok, mint az erdélyi kétszer őrült vizimalmi lisztek. Unza Wächter, unza fort. Apám és nagyanyám, akik lábzsákészítésben, az úgynevezett plümó gyártásban voltak rendkívül erősek, nagyanyám imádta apámat, és apámnak nagy vágya volt, hogy egy toll plümója legyen. Nem tudom, talán ezt a szót ma már senki nem ismeri. Ugye apám a fotelt is fotőnek mondta, és én mindig szégyellettem magam az osztálytársaim előtt, mert azt hittem, hogy az én drága apám nem normális, hogy a fotelre miért mondja ő, hogy fotő, és miért akar állandóan plümót gyártani. Na, én csak azt akartam ebben hangsúlyozni, hogy atyám és nagyanyám meglehetősen egy húron pendültek, és a beiglivel kapcsolatban, amelyről ugye atyám mindig mondta anyámnak, hogy angyal. Émejítő gazdagsággal a tölteléket. A tészta csak jelzés. Ez volt a kiinduló pont, de volt neki egy fájdalma a beigli vonatkozásában. Nevezetesen a beigli kicsikét olyan, mint az élet. A vége nem. Amikor már így a vége felé haladt a kínálás, mi egyre inkább elkezdtünk nem kérni. Ugye, amikor már hörgött a szódaszifon, ó, nein, mi már nem innánk szörpöt, mert annak kellett csinálni. Hogyha megyünk ugyebár a beigli vége felé, akkor ott következik a bumszli, amiben már nincs töltelék, ugye, az egy ilyen száraz tésztagubó. Na, ezt a kérdést nagyanyám és atyám megoldották, urológiai módszerekkel a nagymúter így becsocsózott még oda a végébe is valahogyan tölteléket, és utána heggesztette le a cuccot. No, elég az hozzá, megvirradt 23-a a nagy nap. Anyámmal nem igen lehetett beszélni. Apám mondta mindig, hogyha meg akarod tudni, mit akar a feleséged, őre 5 percre újságot olvasni. Atyám, hogy nem, ezen a napon otthon tartózkodott. Na most tudni kell azért, hogy nagyanyám és anyám mesterek voltak a környezet foglalkoztatásában. Édesanyám ekkor a Speedy González epitetot ordászt viselte,
nem tudott hozzánk annyi gyerek jönni, akinek ő ne talált volna feladatot. Ha kijöttek Leányfalura, mindig a kó, ha nem gerebi, akkor volt kapa, ha nem kapa, akkor metszőolosa, valami mindig volt. Később aztán, mikor édesanyám már a Herbert von Karajan nevet kapta egy német barátomtól, jöttek német cseregyerekek, akiket reggel 8-kor föl is zavartunk a málnásba. Szerencsétlenek este 8-kor holt éhesen, totálisan leégve, hólyagokkal, rózsaszín, puha bőrükön jöttek le, ugye, mert a németek nem tudják, hogy abba is lehet hagyni. Nem? Erre mi már ott rájöttünk. Szóval Mutter ezekbe verhetetlen volt, pláne ahogy haladt a dolog vészjóslóan a 24. apokalipszis felé, hát nyilvánvaló, hogy apám is mind nehezebben talált nyugodalmat. Na elég az hozzám! Fater tépródik ott, mint a szaró galamb, tudtam, hogy mit akar, leszeretne menni a szemközti különlegességi, ma ismét Lukács, régebben Lukács cukrászdában, hogy csesztetésmentesen egy dupla kávét elfogyasztod egy nagy burgonya társaságában, és áttanulmányozza nyugodt körülmények között az aktuális lapokat, amelynek száma akkor azért nem volt észvesztően nagy. Na de erre valamit ki kellett találni. Ezért ő furmányosan a következőt eszelte ki. Angyalka, mondta anyámnak ilyen álszent pofával, szerzek egy kis narancsot. Hát kérem szépen, én narancsot csak a Pallas Lexikon narancs szócikkének illusztrációja formájában láttam, tehát arra, hogy az én atyám délelőtt 12:30-kor 1963. december 23-án narancsot szerez egy 2 milliós világvárosban, erre semmi esély nem volt. Zero, null. Évekkel később történt az meg, hogy egy fotoriporter barátom, pontosabban az édesapja volt fotoriporter, és egy kicsit jobban éltek, mint az átlag, és a hűtőszekrényen Electrolux az IKEA-ból svéd hideg volt benne. Ez mennyire más! És a tetején volt műanyagból egy gyümölcstál. És amikor elfordultak, én úgy rábuktam a műanyag banára, mint gyöngyúk a takonyra. Ez megtörtént, szik, ez most filológiai tény, és nem a non-fiction fictionnel való megfejelése, kérem, mert nem láttam még banánt, és fogalmam sem volt, hogy hogy kell enni. Hát aztán már kapcsoltam, hogy ez fröccsöntött, de a gesztus az kétséget kizáróan megvolt. Néha karácsony előtt hajfai importból, de azt nem lehetett bevallani, ezért különböző bolgár és román külker vállalatok közbe iktatásával érkeztek hangulatjavító datoják és hervatag narancsok, de hát ehhez az ember nem jutott hozzá, meg sorba kellett állni, meg szóval de facto nem láttunk mi ilyet, úgyhogy atyámnak